Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Önök az Egerszegi Estéket, az a Egerszegi Televízió közéleti magazinját látják. Ma egy nagyon mozgalmas műsort ajánlok a kedves nézők figyelmébe, hiszen nagyon sok fiatal érkezett ide hozzánk a stúdióba, mégpedig olyan fiatalok, akik kiválóak, mégpedig a saját szakmájukban, abban a szakmában, amelyet tanultak eddig, ők valamennyien végzősök, és a különböző szakmai versenyekről első, második, harmadik, negyedik, ötödik helyezéssel értek haza. Ma többségében azokkal beszélgetünk, akik első helyezést értek el, vagyis az országban ők a szakmának a legjobbjai. Ez lesz tehát a mai témánk, folyamatosan érkeznek majd a különböző technikumokból a diákok és az ő oktatóik, és megismerkedhetnek velük, megtudhatják, hogy mennyit tanultak odáig, amíg erre a szintre eljutottak. Aki pedig felvezeti nekünk az egész beszélgetést, és összefoglalja azt, hogy itt az alegerszegi diákok mennyire jók, Vizlendvai László, az Alegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a kedves tévénézőket. Hát nagyon büszkék vagyunk az iskoláink teljesítményére. Az Alegerszegi Centrum amúgy is nagyon büszke azokra az eredményekre, amiket a technikumaink elértek az elmúlt években. Jól látszik ennek a szakképzés 4.0-nak a felfelé ívelő hatása, és reméljük, hogy az a tanuló szám, ami egyre inkább növekszik a technikumainkban, az még inkább tovább fog növekedni. Többek között az ilyen események hatására is, mint amilyen eredményeket elértek diákjaink a versenyeken. Korábban már beszámoltunk arról az örömhírről, hogy egyre több fiatal választja azt, hogy technikumban tanul tovább, valamilyen szakmát tanul, és annak úgy tűnik, hogy nagyon sokan a legjobb művelői is, hiszen évről évre beszámolunk arról, hogy nagyon sokan indulnak a különböző szakmai versenyeken, és tényleg nagyon jó helyezésekkel érnek haza. Talán idén ez mondható a legjobbnak, hiszen most csak első helyezettek lesznek itt a stúdióban. Igen, szinte. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy van egy tendencia, és most az idei év az egy nagyon kiemelkedő eredmény. A szakmai versenyeken a számunkra az országos versenyekről beszélünk, tehát itt le kell szögezni, hogy ezek már országos, illetve a Euroskills és a Worldskills előválogató versenyeiről van szó, vagy válogató versenyeiről van szó, ahol a nyertesek, tehát az első helyezettek többek között majd Magyarországot fogják a szakmájukban képviselni. Azt lehet elmondani, hogy most körülbelül az Alegerszegi Szakképzési Centrum, ami létszámát tekintve már, mint tanuló létszámát tekintve a közepes nagyságú centrumok közé tartozik országosan, 41 szakképzési centrum van Magyarországon. Nem vagyunk a top 5-ben, de megkísértem azt, hogy a top 3-ban is a jelenlegi versenyeredmények alapján. Ez nagyon nagy büszkeség a számunkra, nem csak a számunkra, hanem nyilván mindenki más számára is, aki zalaegerszegi. Azt is hozzá kell tenni, hogy bár ez most a zalaegerszegi TV, de nem csak zalaegerszegi intézményeink vannak, hanem keszthelyi intézményeink, és ott is számos országos első helyezést értek el ottani diákjaink is. És nyilván azok a szülők, akik majd látni fogják a gyermeküket, most itt esetleg szerepelni, őket is nagy büszkeséggel tölti el, hogy ilyen szép eredményeket értek el. Milyen lehetőségeik vannak a technikumokban, illetve a szakközépiskolában tanuló diákoknak a versenyzésre? Milyen szakmai versenyek állnak előttük? Többféle szakmai verseny van, de erről egyébként majd a kollégák fognak bőven beszélni. Szakma kiváló tanulója verseny, országos versenyekről beszélünk folyamatosan. Hangsúlyozom, országos szakmai tanulmányi verseny, a Worldskills-nek az előválogatója, a Euroskills-nek az előválogatója, ugye az egyik a szakmák világbajnoksága, a másik pedig a szakmák Európa bajnoksága. Ezeket két évente rendezik amúgy, tehát nem minden évben vannak, hanem két évente vannak csúsztatással, egymáshoz képest csúsztatással. Most az Európa-bajnokság az Gdanskban lesz, Lengyelországban, Balti-tengerpartján az ősz során, a világbajnokság pedig Lyonban lesz 2024-ben. Többségében most olyan diákok következnek itt a stúdióban, akik első helyezést értek el. Ez számukra nagyon nagy dicsőség, azt gondolom, hogy az oktató számára, iskola számára, az alegerszeg számára is. De mit ad ez a fiataloknak? Az első helyezés például. Nagyon sok mindent, de erről fognak majd inkább a kollégák beszélni, mert ők ennek jobban, meg hát nyilván a diákok, mert ők azok, akik végigmennek ezen a versenyen. Amit el lehet mondani, nyilván óriási szakmai tapasztalatot. Tehát itt a legmodernebb technológiákkal dolgoznak, olyan technológiai eszközökkel találkoznak, ami a szakmának a csúcsát jelenti. Olyan segítőik vannak, nem csak azok a kollégák, akik a mi közvetlen kollégáink, hanem országos szinten is részt vesznek ezeknek a versenyeknek, segítenek a versenyek felkészítésében, akik a csúcskategóriának számítanak a szakmájuk területén. Tehát ez mindenképpen már eleve
Most az, hogy mellette ismertséget szereznek, hogy mellette kapcsolatokat építenek ki, hogy mellette mondjuk egy akár az országos szinten, de ha valaki világversenyre megy, akkor egy világversenyen Dél-Afrikától elkezdve Kínáig mindenki van, és ott vannak mellettük egy-egy kis fakkal odébb, akik versenytársaik, hát nyilván belük is kapcsolatot hoznak létre, látják azt, hogy ott hogy művelik a szakmát azokon a területeken, akkor nekem, mint volt történettanárnak, mindig eszembe jut a középkori célegények utazása Európában, hogy megtapasztalják, hogy a világ különböző részén egy adott szakterületet hogyan kell művelni, és abból a jó gyakorlatokat, a jó tapasztalatokat átveszik és hozzák haza. Mondjuk lehet ez egy ajánló levél már számukra a felnőtt nyilván, nyilván. Most arról nem beszéltem, hogy ilyen apróságokról, hogy ugye nem kell szakmai vizsgát tenni, mert eleve már olyan csúcson vannak, hogy ez adott a számukra. Tehát van egy csomó, az egyetemi felvételinél kreditpontokat kapnak, illetve pontszámot kapnak, nem kreditpontot, hanem konkrétan pontszámokat kapnak. Tehát egy csomó előnyt jelent a számukra. Most ebben nem akartam így részletezni, majd elmondják ők, hogy mi hogyan van. Inkább azt a hátterét próbáltam megvilágítani, hogy miért is érdemes ezzel foglalkozni, és miért is érdemes ezt csinálni. És most akkor meg önnek a részletek a résztvevőktől és az érintettektől, főigazgató úr, köszönöm szépen a kis bevezetőt. És akkor jönnek már is a konkrét résztvevők és érintettek. Első vendégeim a Széchenyi István Technikumból érkeztek. Köszöntöm Péter Diánát, aki felkészítő tanára, oktatója Pálfi Kevinnek, aki pedig első helyezést ért el a szakma kiváló tanulója verseny burkoló szakmájában. Szép jó estét kívánok! Kevin, talán kezdjük veled. Amikor te, ugye most végzős vagy már, amikor ezt az intézményt választottad, akkor téged mi motivált, miért döntöttél úgy, hogy burkoló leszel? Hát igazából nekem ez így a családomból jött, édesapám, illetve nagypapám is ezzel foglalkozott, és nekem ez így már 12 éves korom óta eldőlt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Volt is akkor már bármi előképzettséget? Tehát apukád, nagypapád mellett esetleg már ismertél valamit ebből a szakmából? Így van, mind a kettőtől. Akkor nem a nulláról indultál ezek szerint. De mégis hogyan sikerült ez alatt a néhány év alatt olyan magas szintre eljutnod, hogy most te vagy a legjobb ebben a szakmában tanulóként? Hát édesapámmal sokat dolgoztam nagyon, meg illetve az oktatóm Dák Ferenc is nagyon sokat segített ebbe. Sokat tanultál. Igen. Számomra egy fontos kérdés lehet az, hogy az iskolában is nagyon sokat kell tanulni, azért azt tapasztaljuk, és a diákok is azt gondolom, hogy ezzel egyetértenek, de hogy még amellett neked mennyi plusz órát kellett venni, mennyi plusz gyakorlásra volt szükséged ahhoz, hogy elérd ezt az eredményt? Hát sok délutánom is belement igazából. De nem sok, annyival nem több időt, mint amennyi a sulihoz. De megérte? Meg, igen, mindenképp. Hogyan emlékszel vissza erre a versenyre? Illetve hol zajlott a burkoló szakmának ez az országos versenye? Budapesten a Hung Expo területén, és igazából nagyon izgalmas volt, nagyon sok látogató volt, de igazából ezt észre se vettem, mert a feladattal foglalkoztam. A versenytársaimmal is jó kapcsolatot kialakítottam, illetve a vizsgabizottsággal is. Tehát akkor, amit említett főigazgató úr, hogy ismerettségek, új barátságok, igen, új tapasztalatokat sikerült szerezni, akkor ez igen, teljesen igen. Igaz. Diana, mennyi időt kellett fektetni a fiatal emberbe, hogy ilyen magas szintre eljusson? Hiszen ugye említettük, hogy van azért előválogató, területi, megyei, amíg valaki eljut az országos versenyre. Így van, minden ilyen teljesítmény mögött rögtön az elején ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy egy hihetetlen csapat munka áll, hiszen Kevinnek is például 3 felkészítője volt, ugye ebből egy Deák Ferenc már említette, ő volt, aki a gyakorlatért volt felelős, nyilván mi az intézmény részéről pedig az elméleti részét erősítettük, ez az első fordulóban volt kritikus, illetve hát utána is szorosan együtt járt a gyakorlattal. Mivel ezeknek a versenyeknek a követelménye, ez a szakmai vizsga követelménnyel összeegyeztethető, ennek egy kicsit magasabb színvonalon való megfelelés vagy számonkérés a cél, ezért nagyon jól beleépíthető az órák anyagába, hiszen minden egyes diákkal a sikeres vizsga, a minél jobb vizsga eredmény a cél, és a tehetséges diákokat így nagyon könnyen lehet egy differenciált óra keretébe felkészíteni ezekre a versenyekre. Én nagyon fontosnak tartom, illetve kollégáim is egyetértenek ebbe,
hogy az a diák, aki vállalja a versenyzést, aki szeretné ezt csinálni, ne vállaljon irreálisan nagy terhet magára, ne érezze úgy, hogy ez egy hatalmas leterheltség, elvonja az időt esetleg mástól, nagyon könnyen bele tudna fásulni. Tehát én nagyon Kevinnél nem így volt, nem ez volt a helyzet. Nem, hál' Istennek, illetve korábban is voltak már sikeres versenyzőink, akár nemzetközi szinten is. Náluk is nagyon fontos volt, hogy végig szeressék, élvezzék, hiszen a végén ezt kell, hogy megmutassák a versenyen a bírálóbizottságnak is, hogy mennyire elhivatottak és mennyire szeretik a szakmájukat. Úgy lehet igazán szépet és meggyőzőt alkotni majd. Mindenképpen gratulálunk ez a szép eredményhez, Kevin. Hogyan tovább? Most végzel? Én még el szeretnék végezni egy érettségit, illetve egy technikumot. Akkor maradsz még továbbra is Zalaegerszegen a Széchenyi Technikumban? Igen. Akkor hallunk még rólad. Lehet egyébként tovább menni? Tehát most, hogy Kevin nyerte ezt az országos szakmai tanulmányi versenyt, jövőre is nyerheti ő? Nem, ezen a versenyen minden diáknak egyszer van lehetősége végzősként részt venni. Igazából a legjobb leendő szakembereket keressük ezen a Szakmasztár Fesztiválon, úgyhogy ezt mindenki csak egyszer próbálhatja meg. De egyszerre már sikerült is, úgyhogy gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézők, maradunk továbbra is a Széchenyi István technikumnál, hiszen érkezett egy első és egy ötödik helyezettünk, ismételten ebből a technikumból. Köszöntöm Szakál Noel Benőt, aki szintén a Széchenyi technikum tanulója, Szabó Nándor Gergő. Ugyancsak, és köszöntöm tanár urat is, Jacsó Krisztiánt, aki pedig felkészítő tanárként állt a fiúk mellett, most pedig ül közöttük. Nézzük akkor az eredményeket. Noel, országos szakmai tanulmányi verseny első helyezés, épületgépész technikus. Igen. Szakákba, illetve Gergő pedig a szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén épületgépészeti ismeretekből. Tehát ez inkább elméleti volt, amit te nyertél? Hát ez teljes szinten elméleti volt. Tehát ugye ez egy szóbeli verseny volt, de olyan dolgokat kérdeztek, amik egyébként a gyakorlati életben is jelen vannak. Hát ilyen dolgokról kellett beszélni. De te most az elméleti részen jeles 2, ugye 5. helyezést értél, igen, de ehhez is gratulálunk. Noel, te pedig első helyezést, és a tiéd már gyakorlat volt. Hát az előválogatóban volt elméleti is, volt egy írásbeli feladat, illetve egy szóbeli. Utána volt egy gyakorlati előválogató, és maga a nagy döntő az szinte teljesen gyakorlat volt, annyi, hogy abban is volt egy kis elméleti rész, egy óra. Ez is a Hung Expo területén volt? Igen, a Hung Expo volt, igen. Hogyan jutottál el ideig? Kérlek, mondd el te is a nézőknek, hogy egyáltalán miért ezt a szakágat választottad, és hogyan sikerült ilyen magasra eljutnod ebbe a szakmában? Hát én azért ezt választottam, mert apámnak is ez a szakmája, és már akkor ezt tőle láttam, ez érdekelt, azért ide jelentkeztem. Aztán az évek során már az érettségis éven nekünk is volt ez az ÁSZÉV verseny, ide jelentkeztünk. Az is jó sikerült, szerencsére ott is első lettem. Jött ez az év, úgy ide is jelentkeztem alapból, aztán ez jó sikerült szerencsére. És akkor te most végeztél? Igen. Illetve hát még onnan vannak még hátra. Igen, most végzel, hogyan tovább? Hát a felsőoktatáson szeretném folytatni, tovább szeretnék tanulni. És gondolom, hogy akkor jó sok pluszpontot kapsz majd ehhez. Igen, megvan a többletpont. Megvan a 100 többletponton, úgyhogy akkor biztos helyed lesz. Talán igen. Gratulálok neked. Köszönöm. Nándor Gergő, neked honnan indult ez a szakma? Nekem semmi konkrét elképzelése nem volt, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Igazából a szülői ajánlásra indultam ezen a szakon, de nem bántam meg. Nagyon megszerettem, és ezzel is szeretném a pénzkereső munkámat folytatni. Mert te merre tovább? Maradnék én is technikusi éven, ugyanúgy. Utána pedig a Pécsi Egyetemre szeretnék jelentkezni. És ott is, mert akkor már vannak pluszpontok, tehát ez jó. Igen, hát jó, ugye az ászérvásányban ugyanúgy 100 pont. Többletpont járt. Akkor ki is maxoltátok a többletpontokat. Tanár úr, mennyire nagy öröm. Ezért mindig folyamatosan számolunk be sikerekről a Széchenyi iskolából, és azt gondolom, hogy ez az oktatóknak is azért ez egy nagy dicsőség. Természetesen nekünk is nagy öröm ez az eredmény. Elég hosszú és kemény felkészülési munka áll ez mögött. Kollégákkal, gyakorlati helyek, gyakorlati képzőkkel együtt
amikor elhatározták a diákok, hogy ők el szeretnék indulni ezen a versenyen, akkor egy intenzív felkészítés keretében először ugye az elméleti részen estektől, és amikor tovább jutottak, akkor gyakorlati rész, gyakorlati felkészítést végeztünk. Gyakran találni ilyen gyöngyszemeket, akik ennyire elhivatottan mennek a saját utukon, tehát tudták, mert ugye már előre is van, amelyik, hogy tudta, van, amelyik meg belecsöppen, de mégis tudatosan halad ezen az úton, és próbálja a legtöbbet kihozni belőle. Próbáljuk ösztönözni a diákokat, illetve az előző évek eredményeivet mindig felhozzuk példaként, és már látjuk a diákok között, hogy kik azok, akik esélyesek, és kik azok, akiknek érdemes indulni a versenyen. Nekem olyan szimpatikus, hogy a Széchenyi iskolában van kirakva egy tablót a bejáratnál, hogy akikre büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy a fiúk is, ha még nem szerepelnek ott, most biztos, hogy felkerülnek arra a tablóra. Igen. Ez már egy hagyomány nálunk, hogy kirakjuk mindig az eredményeket. Nagyon szép eredményeket értünk el tavaly évben is. Meg kell említenem, hogy két tanulónk is, akik most a világversenyen fognak indulni épületgépészetből, Offner Márton, aki már egyszer teljesített a World Scale versenyen, második helyezést ért el, illetve én most fog indulni az Euroskill versenyen, illetve a Balázs, a Vörös Balázs, ő pedig a World Scale-en fog indulni 2024-ben. Tehát ők is tanulóink voltak. És szeretnénk, hogyha talán a Benő is eljutna erre a pályára, és megpróbálkozna talán majd későbbi időpontban egy World Scale versenyen. Mennyi plusz elfoglaltságot jelent ez nálatok? Ugye azért fiatalok vagytok, nem csak a tanulásról szól az élet. Ez még igencsak strapás felkészülni egy ilyen versenyre. Hát mellé kell azért állni, igen. Mindenképp foglalkozni kell vele. Viszont megvan az eredmény, mert hogy aztán később lehet egy kicsit lazítani, amikor már megvan a tudás. Gratulálok mindenképpen. Köszönöm tanár úrnak, hogy a másik két diák nevét is megemlítette, akikre szintén büszkék vagyunk, de ők ugye most nem tudtak részt venni ebben a műsorban. Gratulálok, és ha még vannak sikerek, akkor várunk vissza benneteket is ide a stúdióba. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És akkor büszkén mondhatom, hogy nem csak a fiúk jeleskednek a szakmákban, hanem a hölgyek is. Két hölgyet köszöntök itt a stúdióban. Megérkezett hozzánk Zavilla Andrea Éva, aki a Bátori István Technikum tanulója, és elkísérte oktatója Németh Sándorné. Jó estét kívánok önöknek is! Amit tudni kell, szakma kiváló tanulója versenyen indult Andrea is, ahol első helyezést szerzett kereskedelmi értékesítő szakmában. Hát szívből gratulálunk ehhez az eredményhez. Andrea, mondd el kérlek te is, hogy miért? Kereskedelmi értékesítő eladó? Akár fordíthatjuk így van, is? Igen. Miért választottad ezt a szakmát? Hát tulajdonképpen engem rengeteg minden érdekel, és úgy vettem észre, hogy összeköttetésben van rengeteg más ággal is. És így betekintés nyerek például logisztikába is többek között, és igazából ezáltal. Mit kellett tenni egy kereskedelmi értékesítőnek ezen a szakma kiváló tanulója versenyen? Összetett volt, indult alapból a válogatóval, az írásban történt meg, és onnan az első legjobb tizedik helyezett ment tovább a szóbeli, gyakorlati feladatokat elvégezni az előválogatón, és onnan mentünk tovább a döntőbe, az már főleg gyakorlati volt, viszont ott is volt benne egy kis elmélet. Azt el tudom képzelni, hogy a burkolóknak mit kell tenni, épületgépészeknek, de egy kereskedelmi értékesítőnek, egy eladónak olyasmi feladat volt, hogy valakit ki kellett szolgálni, vagy ezt hogyan képzeljük el? Hasonló volt. Most már inkább az online kereskedelemre is próbálnak fókuszálni. Online rendelést kellett összeállítanom többek között, bolt tervet készíteni, mit hogyan helyeznék el. Ilyenek voltak főleg. Kirakatot kellett rendeznem. Sokat kellett készülni erre a versenyre? Pluszban a tanulás mellett? Hát szerencsésnek mondhatom magamat, mert a nagyját iskolai kereteken belül sikerült felkészülésnek letudni, illetve a gyakorlati helyem is nagyon rugalmas volt, ott is tudtunk készülni. És akkor fordulok az oktatóhoz. Gondolom, hogy az önök számára is hatalmas öröm, amikor van egy diák, és látszik a lelkesedés benne, hogy ő aztán szeretné megmutatni, hogy mennyire jó. Így van, főleg az, hogy ugye az iskolánkat eddig jobbára a vendéglátás területén képviselték a tanulók a versenyen. Hosszú idő óta Andrea volt az első, aki
kereskedelmi értékesítő, vagy ahogy szoktam mondani, lánykori nevén az eladó szakmában képviselte az iskolát, és ilyen szép eredményt ért el. De az elején, tehát 9-ben, amikor elkezdett az osztályomba járni, mert én nem csak mint oktató, hanem mint osztályfőnök is mellette voltam, látszott, hogy Andrea a versenyre esélyes lesz, és azt a kollégákkal is megbeszéltük. Ugye ez nem egyéni felkészítés, hanem csoportos. Itt szeretném megemlíteni a másik két kolléganőt, Gecsek Judit Editet, valamint Kozmáné Kovács Irént, akik szintén nagyon sokat segítettek, és hát nagyon sok segítséget kapott Andrea a 286-os számú DM-től itt Zalaegerszegen, ahol szintén nagyon sok segítséget kapott, nagyon sok mindenben bevonták a munkába, tehát így az egész gyakorlati feladatokat is, hogy a versenyen már olyan otthonosan érezte magát. Az idei tanévben kezdődött igazán a versenyre való koncentrás, vagy mondjuk ez már 9-ben elindul? Hát ez elindul folyamatosan. Ugye a kereskedelmi értékesítőknek egy új feladat van a szakmai vizsgában, ez a portfólió, és ugye a portfóliót meg kell védeni. Ezt folyamatosan már a 9. évfolyamtól rakják össze a tanulók, és így ezáltal a vizsgára készülés és a versenyre készülés is tulajdonképpen folyamatos, nem csak a versenyre készülőknek, hanem a szakmai vizsgát tevő tanulóknak is. Andrea, amellett, hogy ez egy nagy dicsőség, hogy te vagy a legjobb ebben a szakmában, hát mondjuk kinyíltan, amellett ez mit jelent még számodra? Mit kaptál? Pluszpontokat? Nem kell vizsgázni ebből, abból a tantárgyból? Milyen hozadéka van még? Jelenleg az, hogy nem kell vizsgát tennem, illetve akárhogy is nézzük, tovább tanulás szempontjából is egy nagy előnyt jelent, ugyanis én még az iskolában szeretnék maradni, ágazaton belül, viszont most már a kereskedő és webáruházi technikus szakmára készülök. Tehát mész akkor tovább technikus képzésre, és azt követően? A főiskolán gondolkoztam. A szakmai tudásod mindenképp megvan hozzá. Gondolom, hogy ott is, még akkor is, hogyha ez nem a következő évet érinti, akkor is majd többletpontokat fog ez számodra jelenteni. Bízok amit most elértél. Szívből gratulálok, illetve tanárnőnek is természetesen, köszönöm, és a diákoknak is, a többieknek is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Ismét intézményt váltunk, hiszen ahogy mondtam, nagyon sok olyan zalaegerszegi technikum van, ahol jeleskednek a diákok. A GANZ technikumhoz érkeztünk el, ahonnan Mrakovics Olivér érkezett hozzánk, tanuló, és elkísérte oktatója Hantos András. Jó estét kívánok önöknek is! Amit tudni kell, ez már a Wörzkirch Hungary válogató versenye, amin Olivér elindult, igen, és első helyezést ért el. Szívből gratulálunk neked is. Erről a versenyről mit kell tudni? Ez még feljebb van, feltételezem, mint az országos szakmai tanulmányi verseny. Így van, ez még feljebb van. Lyonban lesz a rendes világverseny 2024. szeptemberében. És most ez azt jelenti, hogy teljes munkaidőben készülök a versenyre. Munkaidőben. Igen. Vagyis akkor már tanulásra nincs is lehetőség, vagy már végeztél is, és nem is kellene menned? Hát most még az érettségére kell tanulni, addig heti 2 alkalom van, de majd utána lesz több. Akkor innen Magyarországról csak te jutottál ki a világversenyre, csak az első helyezett jutott ki? Hát ebben a szakmában igen, csak az első. Mert hogy ezt nem mondtam, hogy webfejlesztő, igen, szakmában. Ez nem egy egyszerű feladat, azt gondolom. Nem egy egyszerű szakma. Te miért választottad ezt? Hát már kiskorom óta ez érdekelt igazából. Mindig is érdekeltek a weboldalak, meg hogy hogyan működnek, ezért elkezdtem magamtól utána nézni. Éppen ezért, mikor továbbtanulásról volt szó, akkor csak infosuli jöhetett szóba. Ezért választottam a GANZ-ot. És akkor azon belül pedig a webfejlesztő szakirányba mentél? Hát igen, afelé specializálódtam főként. És látszik, hogy sikerült jól megtanulnod, igen, hiszen a legjobbja vagy most a webfejlesztő tanulóknak az országban. Tanár úr, mennyi munka van a fiatalemberben? Hát az ő részéről nagyon sok. Igazából a mi feladatunk, azt gondolom, hogy az, hogy kicsiket orientáljuk őket afelé, hogy amit szeretnek, és amiben sikeresek tudnak lenni. Órai keretek között nagyon
elmélyített tudásra nem nagyon van lehetőség, hanem úgy lehet, hogy feladatokat kap, és ezt otthon megpróbálja megoldani ezeket a dolgokat. Persze, amiben, hogyha ha van lehetőség, akkor nyilván segítünk neki, de a leginkább ezt autodidakta módon tudja elsajátítani leginkább azokat az ismereteket, amikre egy ilyen versenyen szükség van. Ezen a versenyen is volt elméleti és gyakorlati rész is? Nem, én úgy tudom, hogy csak gyakorlati rész volt, de ezt az Oliver jobban meg tudja mondani. Csak gyakorlat. Kaptatok egy feladatot, elárulod, hogy mit, például mit kellett teljesíteni, mit kellett megvalósítani? Hát három forduló volt. Az első forduló az csak egy ilyen frontend rész volt, amit a felhasználó is lát. Aztán a második fordulóban voltak már komolyabb feladatok, ahol szerver oldali részt is kellett programozni. Aztán a legkomplexebb feladat meg a harmadik fordulóban volt, ugye az egy kétnapos intenzív verseny volt, ott már minden volt, ami előfordulhat a világversenyen. Ez hol zajlott ez a megmérettetés? Ez a Hung Expo-ba volt április 24 és 26 között. Akkor mindenki megjárta itt a vendégeink közül a Hung Expo-t, és ilyen szép eredményekkel tért haza. Mondtad, hogy a következő évben az év azzal fog telni, hogy erre készülsz. Igen. Akkor most egyetem szóba sem jöhet? Hát igazándiból szóba jöhet. Tehát most akkor jelentkezel is? Most jelentkeztem, és akkor igen. Maximum halasztod azt az élet, vagy az egyetem mellett próbálsz tanulni. Milyen plusz pontokat ad neked, milyen plusz előnyöket szereztél azáltal, hogy te most ennek az előválogatónak vagy a legjobbja? Hát főként tapasztalatot, mert ezek mellé plusz pontok nem jártak. Tapasztalat viszont azt gondolom, az hogy járt, igen. Az bőven érkezett számít. Hozzá. Így van. Tanár úr, vannak még hasonlóan csillogó tehetségek? Nagyon remélem, hogy lesznek. Azért az alsóbb évfolyamokban is próbálunk már most meríteni olyan diákokat, akik látszik, hogy tehetségesek és érdekli őket a szakma, és velük külön foglalkozni, illetve rávezetni őket arra, hogy az irány jó, hogyha ezeket választják, illetve most már az Oliver is egy jó példa lesz erre, hogy megfelelő szorgalommal és befektetett munkával el lehet érni nagyszerű sikereket. Azt még azért szeretném megjegyezni, hogy ez a verseny 22 éves korig tart, és Oliver jelenleg a döntőbe, a hármas döntőbe egy negyedéves egyetemistát és egy elsőves egyetemistát előzött meg, hogy még ez is növeli a sikerének a értékét. És miért döntöttek úgy Oliverrel, hogy éppen ezt a versenyt választják? Ezt Oliver döntött el, hogy ő szeretne erre a versenyre menni, illetve hogy ezt a webfejlesztő kategóriát választotta, illetve ezt szerette volna továbbvinni. Mikor lesz a döntő? Már hogy a világverseny? Igen, a világverseny. 2024. szeptemberében lesz. 2024. szeptemberében, akkor addig még van idő a felkészülés. Addig lesz még bármilyen elődöntő, vagy előfordulója is? Nem, ez már a finish. Ez már a finish. És akkor megígéred, hogy amikor ott is jól szerepeltél, vagy ha kevésbé jól is, visszatérsz hozzánk, és elmondod ezeket az eredményeket. Köszönöm szépen, és önöknek is gratulálok ehhez a szép eredményhez. Nagyon köszönjük. Kedves nézőink, első helyezetteket mutattunk be elsősorban, bár volt közöttük egy ötödik helyezett is, de ne gondolják, hogy ezzel a sor végére értünk, hiszen nem beszélgettünk még a Deák Ferenc Technikum tanulóival sem, hiszen ők nagyon szép eredményeket értek el az elmúlt időszakban ebben a tanévben. Ott is vannak 5., 6., 7., 8. helyezések, ígérem, hogy a következő műsorban ővelük folytatjuk, és ahogy látják, nagyon széles a sor, nagyon sok tehetséges fiatal van Zalaegerszegen, a technikumokban úgy tűnik, hogy nagyon jó és alapos képzést kapnak ahhoz, hogy ennyi első helyezést elhozzanak Zalaegerszegnek, és Zalaegerszeg hírnevét dicsőítik ezzel. Kedves nézőink, ennyi fért már a mai műsorba, ahogy ígértem, folytatjuk a következő alkalommal még mindig a szakma legjobb tanulóival. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorvezetőnk sminkjét a Barbie kozmetika, frizuráját Kocsis Renáta mesterfodrász készítette. A műsorvezetőt a Rúzsev New zalaegerszegi üzlete öltözteti. A műsor támogatója a Zala Müllex Kft.